Sikeres őszi szezonon vannak túl a Győri Vízisport Egyesület vízilabdás fiataljai. A klub ráadásul szépen fokozatosan növekszik, legalábbis ha a létszámot nézzük. Már a közel 150-200 gyermek választotta a vízipólót Győrben. Hál' Istennek nagyon sokan kezdik el a gyerekek a vízilabdát, illetve hát nem csak a gyerekek, hanem azért vannak úgymond idősebbek, persze hát az idősebb is 12-13-14 éves gyermek. Tulajdonképpen idén 6 csapatot versenyeztetünk különböző bajnokságokban. A lányok indulnak az országos bajnokságban, ugye a gyerek és a serdülő, akiknek most zajlik a mérkőzése. Az ifi fiúkat a Budapest bajnokságba küldtük el egy kicsit edződni, hiszen ott igazi nagy csapatokkal tudnak mérkőzni. A gyermekcsapat hibátlanul vezeti a bajnokságot, a serdülőknél viszont egy vereség becsúszott így a másodikak a tabellán. Az őszi szezon, ha összegezzük, akkor a gyerekbajnokságban eddig minden meccsünket fölényesen nyertük, ami valahol jó is, mert kimagaslóan azt mondom, hogy jobbak vagyunk esetleg a többieknél, viszont nem ütköztünk még akkora ellenállásban, úgyhogy ez előre nézve esetleg majd hátrány lehet. A serdülő bajnokságnál pedig egy ilyen vegyes érzések vannak, egy meccsen kikaptunk, de az is magunknak köszönhetjük. Tehát ez is tudunk fejlődni, úgyhogy a cél az mindenképpen, hogy a csoport elsőség majd a tavasz szezonban. Persze még messze a vége, hiszen jövőre a rájátszással folytatódik a küzdelem. Ám a győrieknek komoly esélye van akár a dobogóra is.